Zoli, nagyon megkérlek, ne egyél már ma, étterembe de megyünk. Éhes vagyok, Győzi, legalább ezt a kis darabot hagyj egyen már. Ma étterembe megyünk, igényes étterembe megyünk, a bazilika ahhoz. Na! Az micsoda az a bazilika? Az az étterem meg a neve, hogy bazilika? Mi? A bazilika az egy... Hát azt mondtál az előbb, hogy megyünk a bazilika, ahol enni. Igen, a bazilika, de nem a bazilika a bar, hanem a bazilika ahhoz, melléje. Ja, értem. Akkor ne egyen meg? Egy harapást azért. Fú, gyerekek. Nem bírom. Emberek, segítsetek! Na, az nem a kizártok a bazilikaig. Hát de Zoli, te nem tudod, addig míg odaérünk. Én valahol még nem is reggeliztem, most nem vagyok éhes, basszus. Na jó, neked. Na, ezzel ma kitartok a bazilikaig. Na gyere. De itt ne gondolja olyan ételekről töltött káposzta meg minden. Hát itt nincs olyan. Morel, nincs olyan. Babuja sincs. Szia. Hello. Szia. Kérünk szépen Zolikának a hal specialitását. Jó, hagyj kóstolja meg, úgy sejt még ilyen. Ma halat most. Hát de nem halat. Ez hogy van írva? Magyarul? Nem magyarul van írva. Magyarul van írva, Zoli. Magyarul. Hozzatok neki, van, akkor... hozzatok neki susikot, meg ilyen. Zoli, ettél Mariennel? Nem. Na, akkor légy szíves, még kihozza az úr, addig próbálkozza enni vele, jó? Japán étterembe vittem előtt, úgy gondoltam, hogy az ázsiai ízeket kóstolja meg, mert otthon ehet hurkat, kolbaszt, töltött káposztát, meg amit gondol. Itt meg olyat akartam, hogy a kis palcikkal való egye meg rajkanúsat. Ez a kis tányi mindenki? Majd az abba rakod a martast. Na, kezedbe veszed. Össze van ragadva. Hát mert szét kell szedni. Biztos? Nem. Nem fognak szólni, hogyha... Szerinted? És akkor így, Zoli, így a ujjadra teszed, így megemeled, és akkor majd belenyúlsz. Így miért nem lehet így? Hát mert várja, mert hagyj hozzak ki neked. És ha kihozták, akkor ma utána ehetsz. Sziasztok! Szia! Halló! És a specialitása, jó étvágyat kívánok! Várja, papita, hát ez micsoda? Ha ne arra budja! Ő itt lazac sashimi. Lazacos maki, kolorfú japanika, savanyított gyömbér és wasabi család. De ezek nyersek. Azt miért Zoli? Is megsütve? Mert nyers. Mert nyers halak. Ezek nyers halak, igen. Ezt, meg ezt akarod megenni? Igen, ezt akarod, hogy megegyen. Ah, ne haragudja, ezt is viheted, ezt a palcikát. De Zoli, te ne arassal ma. De nekem ez nem kell, hogy győzi, hogy nyers, hogy na. Babujás, tőtött paprika. Nincs. Akkor mit tőtött? Rántott hús. Hát de gyerekek. De Zoli, hát akkor, ez... Hát gyerünk, ne haragudj. Győzök, hogy gyerünk máshova. De Zoli, nekem ez kell megenned. Hát jó van, mert ez finom étel. Jó, akkor edd meg te, nekem nem kell. Ott a hát kocsiba de... a szendvics, akkor megeszem azt. De ez most miért nem jó? Győzi, nyers! Miért nem olyan helyre vitte, ahol tűtött káposztát? Tűtött káposztát? Kérdezz meg a pincértől. Pincér úr, bocsánat, elnézést. Figyelj, gyerekkorában megette volna még a marhat alva is, éve is, most ő nem eszi meg, mert nyers. Figyelj, ezt vissza tudjuk vinni, nem persze, nyújtunk bele. Figyelj ma, tudtok neki készíteni ilyen kis rántott húst, rizssel? Persze, nem kicsit. De ne halbó. Nem. Jó van. Csirkéből. Oké. Én meg kérek lazacot rizssel, jó? Ennyi. Jó. Köszönjük szépen. Na. Azt nem palcikával kell lenni. Zoli, komolyan mondom, inkább hazamegyek. Tudod mit? Imádkozzunk itt előre. De csak kérdeztem szépen, hogy itt ilyen nyáris izék vannak, hogy a rántott húst is izével kell lenni? Pincér úr! Van a takarótok, amit tényleg szoktatok használni, hozol nekem kettőt? Köszönöm. Most... Na, kérjük a Jóisten áldását. Ha ma itt vagyunk, feljöttük Budapestre, kérjük a Jóisten áldását. Oda szépen kifekszünk, hozz... imádkozunk. Nem vagyunk. Imádkozunk. Kérjük a Jóistent, hogy legközelebb, ha jövünk, edd meg a nyers halat. Győzi, most nem mondod. Gyere olyan, ideje. Hogy... Most mit akarsz? Na gyere, guggolja le! Na, guggolja le! Várja ma! Na, azt imádkozza! Kérd az urat harangosan! Drága jó Istenem! Nézd meg, rá is harangoztak! De ne röhögjé ma! Ne röhögjé ma, te idióta baró! Ne röhögjé ma! Drága uram! Tedd meg, hogyha legközelebb Zolival jövünk, egye meg a nyers halat és a susit! Kérlek téged, hallgass meg minket! Amen! Hát de nem értelek meg, Zoli, szígyeld el magadat. Amen. Ne, amin itt vagyunk a bazilika közepén, sziasztok! Egy selfit? Gyertek nyugodtan! Na de imádkozzam, ne a raklikot figyeld, more! A raklikot figyeld! Imádkoztok velünk?
Gugolja a malac, kérdez, az maradja a csöndben. Maradj csöndben. Drága jó Istenem, hallgass meg minket, hogy Zoli, ne legyen ilyen idióta. Fejünk teste, nem tetszik neki semmi. Kérlek téged, hallgass meg minket. Ámen. De te is kérj magam, ma, te idióta zavaros, hogy gugolja a malac. Legyünk szerencsések. Na, legyünk szerencsések. Mondja majd, Paramisit, akkor legalább. Mi atyánk, ki vagy a de ne azt mondjad, majd mit kérsz? Ja? Paramisit mondja. Legyen jó az életünk. Igen, de hallod, le azt úgy mondjad, hajolja, le azt mondja a hosszú Paramisit. Én nem igazán tettem bele magam 100%-osan az imába, mert ez Győzinek a hogy hívják, hogy ő imádkozik bárhol van. Én nem. Jó Istenem! Legyünk mind a ketten szerencsések, az én családom is, meg a Győzié is. És ámen. Tudjak enni sushit legközelebb. Jó, tudjak enni sushit. És 40 percig tudjak konditármér belenni. Így van, ámen. És ne feleseljek vissza Győzőnek. És kusba legyek. Így van. És kusba legyek. Így van. Mondd ki, hogy kusba legyek. Kusba legyek. Szégyentelen. Ámen. Gyerünk ma enni. Hát gyerünk ma enni, mert szégyentelen van. Rasszban. Jó van, ne hitessed már rakni, nem? No, azt lesett, az arra még nincs eszed, hogy de jó van, ma barátkozol, de Vladikola. Mi barátkozol, nem szégyeli maga. Jézusom, gyerekek, még a fogad is morog, ahogy eszem. Komolyan mondom, hogy még szerintem Budakeszin is hallottak, hogy Zoli, nyel. Nyeld Mali, normálisan ezt az ételt. De egészben nem lehet lenyelni, meg kell rájkanulni. De akkor rájkanulsan egyén ma. Most rájkanul. No. Szereted a magas falhot? Ha, nem szoktam szédülni a magasba. Mit szól egy olyanhoz, hogyha elmennénk óriás keretezni? Jaj! Tényleg? Az jó lenne. De mi lenne? Akkor mesélj, mi lenne jó? Egész Pestet be lehetne látni. Ha elkérem a palcigat, nekem adjak? Megkérdezz a pincét, azt így neked adjam. Ma otthon gyakorolok vele, hogyha legközelebb jövünk ki a helyre, akkor tudják vele enni. Én ma legközelebb nem jövök vele. Mi? Elrohadjuk meg, hogy jövök vele. Kikészítettem neked a sushit, azt akkor kineveted. Ez se jó amúgy. Halíza van neki. Minek van halíza? Annak a... Na gyere, Zoli. Tessék. Erre? Igen. Hát biztos, hogy nem fogok felülni. De mit akarsz? Hát te semmit nem akarsz. Miért nem akarsz felülni? Más ember összetenni a két kezét, hogyha idáig jöttetett volna az óriás kerékkeze. Te meg biztos, hogy nem. Hát de oda se értük, igen? Ez nagyon magas. Igen, tudjuk, hogy magas. Na, gyere ma, ne magyarázzon. Mindig magyarázzon. Meg kell nézni, hogy van összehegezve te. Mit, hogy van összehegezve? Ez baleset veszélyes az agyar. Ide biztos, hogy nem szállok föl. Várja ma. Most mi van, várjak ma? Itt a heggesztés, hadd nézze ma, amikor van összehegesztés. Ne heggesztés, nézzed ma. Na üljél ma, abhoz haladjunk. Nem, Győzi, nem megy, ne haragudj, nem megyek. Mondom, gyere ma, ne kéressed ma. De nem megyek, esküszöm, mondom, nem gyere megyek. Gyere ma, kéreted magadat, mint a bolondok. Ahogy mozog. Mi ne, mozog? Hát, nem, vehe. Hát, ha mozog, én nem megyek. Azzal, ma. Na, gyere ma. Ez hogy szereljed ma, mara nem tett, nem vatt ézi, kettő bajt, hogy szerez. Most mi? Most mit csináljak? Üljek le, vagy mit? Zárod. Ide ülj le. Én nem ülök le. Hogy, de nem lehet állni. De nem jó a heggesztés ehhez. Savarok se jó. Üljél már le. Hova üljek? Hát hova? Szerinted hova üljél? Ide üljél már le, azt ne hisztéri azzal majd.